Akkor énekelte Mózes és az Izrael fiai ezt az éneket az Úrnak, és szóltak mondván: éneklek az Úrnak, mert fenséges ő, lovat lovasával tengerbe vetett. Erősségem az Úr és énekem, szabadítommá lett nekem, ez az én Istenem, őt dicsérem, atyámnak Istene, őt magasztalom. Vitéz, harcos az Úr, az ő neve Jehova. A fáraónak szekereit és seregét tengerbe vetette, s válogatott harcosai belefúltak a veres tengerbe, elborították őket a hullámok, kő módjára merültek a mélységbe. Jobbod, Uram, erő által dicsőül, jobbod, Uram, ellenséget összetör. Itt álljunk meg egy pillanatra, és hogyha az első verszak mellé még kivetítjük a 21. verszakot is, ez a záró része ennek a 21 versnek, ami igazából összefoglalja ezt az éneket, és felelt neki Mirjám: énekeljetek az Úrnak, mert fenséges ő, lovat lovasával tengerbe vetett. Tehát gyakorlatilag, ha összehasonlítjátok az első verset a 21. verssel, ami egy lezárója, bár ugye Mirjám szájába van itt adva ez utolsó sor, ez, hogy énekeljetek az Úrnak, mert fenséges ő, lovat lovasával tengerbe vetett, ez a kezdete is az éneknek, mondhatnánk egy ilyen refrénszerűségét, és ez a záró igeverse is ennek az éneknek, és ugye miért énekeljünk az Úrnak? Mert fenséges ő, ez az ő karakterére, jellemére, nagyságára vonatkozik, és mit tett az Úr? Most konkrétan, ami még egy friss cselekedete az Úrnak, ami miatt az ének feltört az éneklőknek a szívéből, mert lovat lovasával tengerbe vetett. Tehát gyakorlatilag ez a nagy szabadulás élmény, hogy nem csak, hogy kijöttünk Egyiptomból, hanem végre az üldöző sereg is leszakadt rólunk, és most már nem kell hátrafelé tekingetnünk, hanem valóban szabadok vagyunk. Ez az az élmény, ami az éneket kiváltotta, hogy az ellenség teljes mértékben leszakadt róluk, és szabad népként élhetnek, és az Úr bánt el az ellenséggel. Nem Izrael, mert kivetette a lovast a lovasával a tengerbe, az Úr vetette a lovat a lovasával a tengerbe. Az Isten cselekedete volt az, ami ebben megnyilvánult, az Isten hatalma, és ennek újonganak és ennek énekelnek Izrael fiai. Ugye úgy kezdődött az egész, hogy Mózes éneke, de hogy Izrael fiaival együtt énekel. Tehát úgy tudom elképzelni ezt, hogy Mózes valahogy vezette ezt az éneklést, ő volt a főszólam, vagy a lead vokál, vagy nem tudom, hogy akkoriban hogy nevezték ezt. és aztán a többiek meg ott a tenor, meg az alt, meg a különböző szólamokat hozták, a többiek is énekeltek együtt. De ugye mi határozta meg az éneklést, mi váltotta ki? Hogy Isten a lovat a lovasával a tengerbe vetette. Tudjátok, nagyon jó dolog az, elmondják emberek, hogy amikor a múlt el van rendezve, akkor olyan jó, hogy nem kell állandóan visszafelé tekingetni. Vagy amikor az embernek van egy biztos járása, egy bizalma, akkor azt mondja, hogy nem kell állandóan attól félnem, hogy kitámad hátba, hogy a múltam hogy nyúl utánam. Tudjuk, hogy a múltnak a lerendezése egy nagyon fontos, és itt a szabadulás, hogy az ellenségtől megszabadultak, és a rabszolgasságot, a szolgasságot maguk mögött tudták hagyni, és már biztosan tudhatták, hogy Egyiptom soha nem fogja elérni őket, soha nem fogja visszarángatni őket. Ez az alapélménye ennek az éneknek. És ugye el tudom képzelni ezt az öreg Mózest, aki ott énekelt. Ugye azt mondja, hogy erősségem az Úr, énekem. Ez ugye máshol is előfordul, talán Ézsaiásnál is, hogy énekem az Úr. Hogy ő az én énekem. Figyeljetek, a hívő ember életében nagyon fontos szerepe van az éneknek. A Bibliában egyébként is összekapcsolódik, meg a zsidó kultúrában az újongás, a tánc, mert itt látunk doppergést, meg dobolást, meg táncolást a Mirjámék részéről, de az öröm kifejeződése, hogy az Isten jelenléte, az Isten szabadítása örömmel kapcsolódik össze. Tehát, hogy azért az egy ilyen kicsit talán középkori, vagy nem tudom milyen találmány,
amikor mondjuk az Isten közelségének, vagy akár a templomoknak a csendjének egy ilyen komor hangulata van. Mert a Bibliában az Isten élmény, a szabadítás élmény, ugye Dávid beszél a szabadulás öröméről, újongani az Úr jelenlétében, vigadozni az Úr jelenlétében, ezek a profétai írásokban hemzsegnek ezek a kifejezések, vagy ugye Nehémiásnál az Úr öröme a ti erősségetek, ne bánkodjatok, az Úr öröme a ti erősségetek. Meg az Új Szövetségben ugye azt mondja Pál apostol a római levélben, hogy az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Szellemtől való öröm. És ugye Dávid táncolt az Úr erőt, mert öröme volt, mely hívőnek nincs öröme, olyan, mint a holt. Azt hiszem, hogy ezt az éneket kerestem itt múlt héten, csak nem találtam rá, hogy Dávid táncolt az Úr erőt, mert öröme volt. Hát igazából a hívő az Isten kapcsolatából egy fontos életérzést is nyer, ez pedig az öröm. Most gondoljatok bele, hogy hány boldog mondás van Jézustól, tudjuk, hogy 8, de egyébként sokkal több helyen mondja az ige, hogy boldog, hogy ki a boldog. A zsoltárok is tele vannak azzal, hogy ki a boldog. Boldog, akinek vétke megbocsátatott, bűne elfedeztetett, akinek hamisság nem tulajdonítatik. Boldog, boldog ez az ember, áldott az a férfi, boldog az az ember. És hát ezek a kifejezések azt is jelentik, amik oda vannak írva, hogy hát ugye az látszik az emberen, hogy ha boldog, ha van öröme, ugye az is látszik, ha nincs, és szomorú, és akkor így kiváltaná az emberből a kérdés, hogy mi a baj? És ugyanígy kiváltja azt a kérdést, hogy mi történt veled, hogyha olyan boldog vagy, mi történt veled, milyen jó ért téged? Mert reagál az emberi lélek, rezonál az Isten jelenlétére, az Isten beavatkozására. Úgyhogy ez a Mózes azt mondja, hogy az Úr az erőssége és az éneke, szabadítommá lett nékem, ez az én Istenem. Itt is megjelenik a személyesség. Azt hiszem, Dávidnak is van egy ilyen zsoltár, hogy Isten, én Istenem vagy te. Tehát mikor az Isten ezzel az első számú birtokos toldalékkal el van látva, hogy az enyém. Ez nem azt jelenti nyilván, hogy akkor ő egy birtokolja Istent, hogy ő az enyém, és akkor nem adom másnak, mert ő az enyém, hanem hogy ennyire személyes viszonyba került vele, hogy az Istent a saját Istenének, személyes Istennek nevezi itt Mózes. Ugye Jézusról is azt szoktuk mondani, hogy a személyes megváltónk. Ugye van egy ilyen kérdésünk, hogy elfogadtad már Jézust uradnak, és személyes megváltódnak? Mit jelent az, hogy személyes megváltom? Mert annyira egy ilyen mű kifejezésé rögzült már ez a mondat, hát az, hogy ő személyesen váltott meg engem, személyesen volt egy utam hozzá, személyesen nyert meg engem, személyesen talált meg engem, személyesen az én élet helyzetemben nyúlt bele, amit nem hasonlítható össze azzal, ahogyan mással bánt az Úr, mert ezt velem tette, engem ott talált meg, nem tudom, 90-ben, júliusban, téged meg máshol talált meg, lehet, hogy sokkal előbb, vagy sokkal később, egy ilyen szituációban engem, egy másik szituációban téged, mert teljesen személyesen közeledik az Isten az emberhez. És Jézusban meg főleg. És erre mondja Mózes, hogy az én Istenem, Isten, én Istenem vagy te. És most nyilván nem akarok minden soron így végigmenni. Harmadik vers ugye azt mondja, hogy vitéz harcos az Úr, az ő neve Jehova. Ugye ez az a név, amit kijelentett Mózesnek Isten, mikor Mózes kérdezi, mit mondja, ki küldött engem? Mert hogy atyáim Istene vagy, az oké. Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak Istene, de mit mondjak a fáraónak? Ki küldött engem? És mondja az Isten, Ekiel, vagyok, aki vagyok. Mondd, hogy a vagyok küldött téged. És ugye ez a Jakvénak, ez a tettagrammatonnak, ennek a négy betűnek, Jothé, Vavhé, JHVH-nak, amit ugye nem is mondanak ki a zsidó barátaink, ez az Úr neve. És azt mondja erről az Úrról, hogy ő vitéz harcos. Emlékezzetek vissza az előző fejezetre, amikor azt mondta Mózes, hogy ne féljetek, veszteg maradjatok, az Úr az, aki harcol értetek, ti veszteg maradjatok.
Te most ne csinálj semmit. Nem tudod magad megmenteni. Nem tudod szétfújni a vizet. Várd meg, amíg az Úr majd hozza a keleti szelet, és kiszárítja a vörös tengert. Te veszteg maradj, ne csinálj semmit. Nézd végig, hogy az Úr megszabadít, mert ő harcol, értetek. És itt beszél arról az ige, hogy vitész harcos az Úr, aki az ő népe mellett harcol. Az ő neve Jahve, Jehova. Ez többféle ponton, vagy többféle módon lehet pontozni. Ugye megismétli, hogy a fáraót a szekerekkel együtt a tengerbe vetette, válogatott harcosok belefújtak a tengerbe. Tudjuk, hogy Izrael különösen kiszolgáltatott volt, egy rabszolganép, harcot nem látott, Isten féltette is őket a korai harctól. Az egyiptomi sereg meg kipróbált harcosok voltak, egész gyerekkoruktól képeztek hadsereget, tehát a fegyverforgatásban top emberek, ott maradtak a tenger alján, mert az Isten ugye elbánt velük. Elborították őket a hullámok. Jobbod, Uram, erő által dicsőj, jobbod, Uram, ellenséget összetör. Tudjuk, hogy a jobb kéz a Bibliában az az erőnek és a hatalomnak a jele. Ugye Jézus is az Atya jobbján ül a mennyben, és az, hogy a jobbod által, jobb kezem felől, hadd legyek a jobb kezed felől, vagy jobb kezem felől van az Úr. Tehát ez mind azt jelenti a Bibliában, hogy az Úr a hatalma, az erő, a cselekvő képesség, az uralkodásnak a szimbóluma. Amikor elnevezte Ábrahám, ugye, bocsánat, amikor Jákob elnevezte Benjamint, azt is többféleképpen fordítják, mert Benóninak akarta nevezni először, ugye a haldokló Ráhel, aki ugye beleszhalt a szülésbe, hogy legyen Benóni ennek a fiúnak a neve. Aztán mondja Jákob, hogy nem, legyen Benjamin a neve. És ezt többféleképpen fordítják a Benjamin szót. Van olyan, aki, a Benóni ugye az fájdalmamnak, vagy szomorúságomnak fia. Benjamint azt fordítják örömfiának is, vagy örömnek fia, de jobb kezem fiának is. Jobbomnak a fia, jobb kezem fia, azt is jelenti. Tehát az Úr jobbja, az mindig az erőt, a hatalmat, az uralkodást, a potenciált, a cselekvő képességet jelenti. Az Úr képes cselekedni. Ugye hányszor mondta itt az ige is, hogy kinyújtott karral, erős kézzel hozott ki. Ugye szemben a bálványokkal, ahol elmondják a proféták, hogy a bálvány nem lát, nem hal, nem mozdul, nem tud tenni semmit. És mégis emberek bálványimádók, és hódolnak fafaragványok előtt, kőfaragványok előtt, arany öntések előtt. Szemben az Úrral, aki viszont cselekszik, a jobbja hatalmas erővel elvégzi a dolgát. Fenséges nagyságával zúzod össze támadóid, kibocsátott haragod, megemészti őket, mint a tarlót. A 8. verstől akkor folytassuk. Órod rehelletétől feltorlódtak a vizek, és a futóhabok fal módjára megálltak. A mélységes vizek megmerevültek a tenger szívében. Az ellenség azt mondta, űzöm, utolérem őket, zsákmányt osztok, bosszum töltöm rajtuk, kardomat kirántom, és kiirtja őket karom. Leheltél lehelleteddel, és tenger borította be őket, elmerültek, mint az ólom a nagy vizekben. Ugye van egy ilyen megszemélyesítése az Istennek, erről már többször beszéltünk, hogy a Biblia sokszor emberi tulajdonságokkal ruházza fel Istent, vagy így próbálja megértetni az Istennek a lényét, ami tudjuk, hogy Isten nem test, Isten szellem, kijelenti a Biblia. Viszont, hogy az embernek valahogy megfoghatóvá legyen, nyilván az, hogy egyrészt, hogy van az Úrnak jobb keze, tehát már ez is egy ilyen antropomorfizmus, egy emberi fogalom, az, hogy orrod rehelletétől feltolódtak a vizek, hogy az Úr így fuval, vagy ilyen lehellete van, ez is egy ilyen megszemélyesítés. És ugye van itt egy ilyen válaszolgatás az énekben, hogy az ellenség is megszólal, elmondja az ellenség, hogy ő mit akart, hogy az ellenség azt mondja, űzöm, utolérem őket, zsákmányt osztok, bosszum, kitöltöm rajtuk, kardomat kirántom, és kiirtja őket karom. Hogy ez volt az ellenségnek a szándéka, ez volt az ellenségnek az akarata. És ebben az énekben, ugye ezt is így leírja Mózes, hogy kiénekli magából, hogy mit akarhatott Egyiptom. És hát utolérem őket, üzöm őket, nem engedem el a rabszolganépet, visszahozom őket, kiírtom őket. De az Úr az lehelletével, ugye beborította őket, elmerültek, mint ólom
a nagy vizekben, nagyon képszerűen írja le, ahogyan az egyiptomik belevesztek. 11. verstől olvassuk. Kicsoda az Istenek közt olyan, mint te, Uram? Kicsoda olyan, mint te? Szentséggel dicső, félelemmel dicsérendő és csodatevő. Kinyújtottad jobb kezedet, és elnyelte őket a föld. Kegyelmeddel vezérelted te megváltott népedet, hatalmaddal viszed be szent lakóhelyedre. Itt lehet, hogy nem is kellett volna ennyire előre menni. Ugye föltesz kérdést is ebben az ének formában. Tudjuk, hogy a Biblia nem sok Istenben hisz, tehát az Istenek kifejezés ez inkább ugye a különböző népeknek a hitvilágára utal. Mert Egyiptomnak is úgymond voltak istenei, más népeknek is megvoltak a maguk istenei. De tudjuk, hogy az Úr, az Izrael istene, az egész föld istene. Ő az egyetlen igaz Isten. És ugye így fogalmaz, hogy kicsoda olyan az Istenek közt, mint te? Hát csak te vagy Isten, akiket őt isteneknek neveznek, azok nem azok, hanem bálványok, meg emberek kitalálmányai. De te, Uram, olyan vagy, hogy dicsőséges vagy, szentséges vagy, dicsérendő, csodatevő Isten vagy. Te kinyújtod a kezedet, és történik valami. És tudjuk azt, hogy talán elhangzott már eddig is, hogy Isten azt mondta, hogy Egyiptom minden istene fölött győzelmet fogok aratni. Ez nem azt jelenti, hogy több Isten van, hanem az ő úgynevezett isteneik felett az Úr győzni fog. Mert a Biblia kijelenti, hogy egy Isten van. Csak az Úr, aki ugye három személyben létezik, Atya, Fiú, Szentlélek, de a Szent Háromság tanítás most nem fér bele a mai napba. És ugye belecsúsztunk abba, hogy itt előre mutat még az ige, tehát nem csak annyit mutat az ige, ez is nagyon fontos, hogy itt vagyunk a túlparton, és hogy így nézünk vissza, hogy megvan a nagy szabadulás, Egyiptom serege belevezett a tengerbe, mint az ólom elmerültek, ők azt gondolták, utolérnek, de nem tehették meg, mert az Úr segített. De itt látjuk, hogy aztán tovább is néz a partról. Hogyan tovább? Oké, hogy mi van mögöttünk, hatalmas szabadulás, győzelem, ellenség oda, ezt mind az Úr tette, de tovább is kell nézni, és nézzük, hogy Mózes énekében már a jövő előre van vetítve, a távlat, hogy mit akar az Úr velünk. Ez a nagy szabadulás, ez nem a végállomás. Ez nem a végállomás. Az, hogy átkeltünk a Vörös-tenger innenső partjára, ez nem azt jelenti, hogy végeztünk. Ez egy cél volt, hogy ez idáig eljussunk, egy ilyen részletcél, de a nagy cél az, hogy eljussunk oda, ahova az Úr akar bennünket vinni, és így olvasom tovább, kegyelmeddel vezérelted a te megváltott népedet, hatalmaddal viszed be szent lakóhelyedre. Meghallják ezt a népek, és megrendülnek. Filiszte a lakóit, reszketés fogja el. Akkor megháborodnak Edom fejedelmei. Moáb hatalmasait rettegés szája meg elcsügged, Kánaán egész lakossága. Félelem és aggodalom lepi meg őket, karod hatalmától elnémulnak, mint a kő, míg átvonul néped, Uram, míg átvonul a nép a te szerzeményed, beviszed és megtelepíted őket örökséged hegyén, melyet Uram, lakhelyül magadnak készítettél szentségedbe, Uram, melyet kezed épített. Az Úr uralkodik mindörökkön örökké, mert bementek a fáraó lovai szekereivel és lovasaival együtt a tengerbe, és az Úr visszafordította rájuk a tengervizét, Izrael fiúi pedig szárazon jártak a tenger közepén. Ugye mit mondott itt a távlatról? Hogy Isten viszi be őket egy helyre. Ugye említett itt különböző népeket, Filisztea lakóit, Moábot, Edomot, Kánaánnak a földjét. Tehát a megszabadulás, ez egy nagyon fontos esemény, kiváltotta a dicsőítést, de nem ez a végcél. A végcél az, hogy a földet is megkapjuk. Ugye már néppé vált Izrael, tehát az az ígérete, amit Ábrahámnak adott az Úr, hogy a te utódból nagy nép lesz, nagy néppé leszel, az megvalósult. 2-3 milliós embertömegről beszélünk, de nincs meg még a föld. A föld ígérete, hogy majd a Kánaán földjén letelepszik, ez az ígéret még várat magára. És nagyon érdekes, hogy Mózes, többen azt mondják, hogy itt a beviszedőket, megtelepített örökséget hegyén, a 17. vers, a legtöbb biblia kutató azt mondja, hogy ez Sion hegyére utal, ami azért érdekes, mert
ez még nagyon messze van a történelemben. Igazából ezt a hegyet, ez Dávid fogja elfoglalni a jebuzeusoktól. Tehát már a honfoglalás régen megvan, már ugye a virágkora véget ért, már Saul királysága is véget ért, és aztán jön Dávid, aki a jebuzeusoktól elfoglalja Sionnak a hegyét, Jeruzsálemet, ugye az ősi Sálemet, Jeruzsálemet, és fölfedezi, hogy ez a hegy milyen fontos az Úrnak, és hogy ez lesz az a hegy, ahol a templom majd megépül, és az áldozatok folyni fognak, ahol a Fridlálát is majd beviszik a Szent Sátorból. És hát van a Biblia magyarázó, ami azt, azt mondja, hogy ebből látszik, hogy ez egy későbbi irat, később keletkezett irat, már Dávid korából írják meg Mózes énekét. De az is lehet, hogy Mózesnek ez az előrelátása, ez a prófétai vonása megvan, és arról beszél, hogy az Úr majd a szentségének a hegyéhez telepíti le az ő népét, és hogy nyilván azok a népek, amiket itt fölemlít, filiszteusok, Moab, Edom, Kánoán, ezekkel még később fognak szembe találkozni. Tehát ebből az időpillanatból, ahonnan most beszél Mózes, ez még mind a jövő. De hogy ebbe az irányba viszi őket az Úr, és az Úr uralkodik mindörökkön örökké, és újra megismétli, hogy a szekereket és a lovakat a tengerbe vetette, és visszavitte rájuk a vizet, Izrael fiai pedig szárazon jártak a tenger közepén. Ugye ezt énekelte meg. Egyébként szerintem egy szép feladat lehetne akár mindannyiunknak, hogy ha van egy szabadulás történeted, van valamiben, amiben átélted az Úr beavatkozását, próbáld meg énekelni. Próbáld megírni. Csinálj belőle egy verset. Aztán kiadjuk a Balázsnak, ír rá egy melódiát, vagy egy akkordmenetet. És emlékszem, hogy volt ilyen feladat a hittanórán is, a Bárák és Debóra történeténél, hogy próbáljunk meg költeni egy éneket, vagy egy verset, és zenésítsük meg. És egyébként az ember belefektet egy kis energiát, nyilván nem vagyunk dalszövegírók, nem vagyunk zeneszerzők, tehát hogy azért nem ez a fő profilunk, akkor lehet, hogy több követőnk lenne a YouTube-on, de alapvetően minden ember, ha egy kicsit elgondolkodik, és kicsit elemelkedik a hétköznapoktól, hogy valahogyan szép szavakba foglalná, hogy mit tett vele az Úr, tudna írni valami szépet. Ugye erről már beszélgettünk korábbi bibliaórákon is, hogy maga a művészet, most nem akarom a Péter szakterületét bitorolni, vagy olyan területen merészkedni, ma nem a sajátom, de a művészet, a költészet, tehát ezek pont olyan dolgok, amik nélkül az ember úgy meglenne. Tehát, hogy az evés, az alvással nem létszükséglet. És mégis végig kíséri az embert, már a barlangrajzoktól kezdve, hogy valamit megörökít, valamit művészkedik, mert az emberi lélek ilyen. És egyébként az Isten hit is egyidős az emberrel, a hit. Mi tudjuk, hogy miért, mert Isten teremtett bennünket, és hát nyilván magadnak teremtettél minket, Uram, mondta Ágoston, és a lelkünk meg nem nyugszik, amíg benned otthon, újra otthonra nem talál, mert ilyen az ember. De hogy megpróbálni egyet énekelni, megpróbálni írni egy dalt, megpróbálni írni egy verset, arról, amiről neked van egy átélésed, amiről neked van egy tapasztalatod. Mert Mózes is azért bevállalt, hogy megírta az övét. És egyébként most, ha odalapozunk a Mózes Zsoltárához, a 90. Zsoltárról van szó. Ugye itt írja az ige, hogy Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, te voltál nekünk hajlékunk. Nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek. Föld és világ formáltaték. Öröktől fogva mindörökké te vagy Isten. Te visszatérinted a halandót a porba, és ezt mondod, térjetek vissza embernek fiai. És végigolvashatnánk. Sokan, még a 91. Zsoltárt is Mózesnek tulajdonítják, hogy egybefűzik a két Zsoltárt. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugoszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam várom, Istenem, ő benne bízom. Hogy ugye egy nagyon fontos igevers korábról, taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Tehát, hogy Mózes
azért elég emelkedett gondolatokat rögzített. Ez az ember, aki 40 évig csak a pusztában volt, a bokrok meg a bárányok között. Jutott ilyen magas kijelentésekre, gondolatokra, szép költői képekre. Ez az emberhez hozzátartozik, és lehet, hogy időnként érdemes. És persze vannak különlegesen olyanok, akik ezt úgy kapják Istentől, hogy ez egy olyan talentum, egy olyan karizma, egy olyan ajándék, amivel úgy ki tudják fejezni az Isten kapcsolatukat, az Isten hitüket, a saját megtérésű történetüket, amivel még meg tudnak ragadni más embereket. Úgyhogy ezeket a talentumokat, képességeket bűn nem használni, bűn elásni, és érdemes vele kísérletezni. Úgyis általában a közvélemény beszokta árazni. Tehát, hogyha úgy gondoljuk, hogy ez nagyon jó, de mégse annyira, hát majd kiderül, viszont érdemes vele próbálkozni. És akkor nézzétek meg, hogy mit váltott ez ki a 20. vers, 20-21, akkor Míriám, próféta asszony, Áronnak nénye, dobot vett kezébe, és kimentek utána mind az asszonyok dobokkal és táncolva, és felelt nékik Míriám, énekeljetek az Úrnak, mert fenséges ő, lovat lovasával tengerbe vetett. Ugye ez ugyanaz a refrén, amivel az első vers kezdődött, de mi történik még itt? Mózes énekel, bebuzdítja Izrael fiait, ők is énekelnek, el tudom képzelni ott a tenger túlsó partján, milyen éneklés lehetett, micsoda öröméneklés lehetett, néztek vissza a tengerre, ahol megsemmisült az ellenség, és aztán bekapcsolódott más is. Tudjátok, ez átterjed másokra. Akkor Míriám is, de Míriám már hozott hangszert is. Tehát a dicséret, a dicsőítés hangszeres módon is történt, már nagyon hamar, és a dobok, ugye ez egy kézi dob, mert kezébe vette, nyilván nem dobszerkóval vonult fel ott Míriám, hanem egy kézi dobott. Állítólag egy baptista gyülekezetben történt, hogy régebbi vágású testvérek nagyon nehezen engedték be a dobot a gyülekezetbe, és mondták, hogy ez nem baptista hangszer, a dob. És akkor mondták a fiatalok, hogy majd bemerítjük. És akkor onnantól már baptista hangszer lesz belőle. Ez nagyon érdekes, mert talán Letter Gábor tartott előadást, amikor volt ez a gyülekezeti munkásképző tanfolyam, hogy például a középkorban még dúros éneket is bűn volt játszani, mert a dúros hangzás az a nyíltabb, örömtelibb hangzás, és a molos hangzás volt a bevett, ez a kicsit szomorkás, ilyen melankolikusabb, ilyen nagyon andalgósabb, és hogyha valaki egy dúros éneket énekelt volna a templomba, akkor azt mondták volna, mit csinálsz? Hát te világi vagy! Mert akkor ez a borongós hangulat volt az, ami sokkal jobban bevett volt. És nagyon érdekes, hogy a Biblia egyébként tele van a zsoltárok is tiszhurúhárfával, meg hangszerekkel, meg dobbal, meg ütőhangszerekkel, meg mindennel, meg fúvós hangszerekkel. És el tudjuk felejteni ezeket, de itt látjuk, hogy Míriám is dobol és táncol. Hát most abban nem is mennék vele a táncolásba. És ugye prófétasszonynak nevezi őt az ige, prófétasszonynak. Áron négyének, hát tudjuk, hogy ha Áronnak nővére, akkor Mózesnek is. Tudjuk, hogy Mózes és Áron között 3 év különbség van. Tehát azt írta az ige, hogy 80 volt Mózes, amikor a fáraó elé állt, és 83 volt Áron az ő bátyja, és Míriám még idősebb volt náluk. Tudjuk, hogy ő volt az, aki ugye a fáraó leányához odavitte a Jokebedet, hogy majd ő felszoptatja ezt a kisfiút. Tehát egy nagyon talpra esett leányzó volt gyerekkorában Míriám, és itt is látjuk, hogy belekapcsolódik az Isten imádatba, a dicsőítésbe, hangszert hoz. Tudjátok, a hangszer is rögtön közösségteremtő. Figyeljetek, az is fontos látni, hogy az imádat, a dicsőítés, egyrészt, hogy az egésznek a középpontjában nem emberek vannak. Mózesnek itt volt szerepe a kivonulás során, ő suhintotta botjával, meg minden, de Mózesről egy szó sem esik. Kiről esik szó? Istenről. Az igaz imádat középpontjában soha nem állhatnak emberek. Csak Isten.
Ő áll a középpontban, róla szól az egész történet. Ő csinált mindent. Ha voltak is emberi segítők, emberi szolgálók, hát ez elenyésző a szerepük, ahhoz képest, amit Isten véghez vitt. Tehát Isten áll a középpontban, az imádat középpontjában, Isten áll az igazi imádat középpontjában, az ő személye és az ő tettei. És azt is látjuk, hogy ez igazából majdnem mindig közösségi. Míg ha egyénileg is indul, közösségivé válik. Valaki elkezdi, és mások bekapcsolódnak. De ugye már úgy kezdődött az egész, hogy Mózes és az Izrael fiai ezt az éneket énekelték az Úrnak. Aztán jön még Mirjám, aki hozza magával a hölgyeket is, hiszen kimentek vele az asszonyok, és ugye megismételik azt, amivel kezdődött az egész ének. Énekeljetek az Úrnak, mert fenséges ő lovat lovasával tengerbe vetett. Tehát ez a tételmondat. Mi az oka az örömnek? Miért kezdtük imádni az Istent? Mert fenséges, mert a lovat a lovasával a tengerbe vetette. Elbánt azokkal, akiktől féltünk. Elbánt azokkal, akik ránk törtek. És megszabadultunk. Ez váltja ki a dicséretet, ez váltja ki a dicsőítést, az imádatot az ember szívéből. Úgyhogy nagyon figyelemre méltó szerintem, hogy ez az ének így ránk maradt, és tudjuk a teljes szentírás alapján, hogy mennyire fontos kifejezése az Isten felé való hódolatnak, amikor énekkel, hangszerrel, dallammal fejezi ki az ember azt, ami a szívében van, reakcióként az Úr jóságára, hatalmára, beavatkozására. És akkor van itt még egy történetünk, még ebben a fejezetben, a keserű víz megédesedik, nézzük meg, hogyan folytatódik a 22. verstől. Ennek utána elindította Mózes az Izraelt a veres tengertől, és mentek Súr puszta felé, 3 napig mentek a pusztában, és nem találtak vizet. És eljutottak Márába, de nem ihatták a vizet Márában, mivel hogy keserű volt. Azért is nevezték nevét Márának. És zúgolódott a nép Mózes ellen, mondván, mit igyunk? Ez pedig az Úrhoz kiáltott, és mutatott néki az Úr egy fát, és bevetette azt a vízbe, és a víz megédesedett. Ott adott nekik rendtartást és törvényt, és ott megkísértette, és mondta, ha a te uradnak Istennek szavára hűségesen hallgatsz, és azt cselekszed, ami kedves az ő szemei előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátok reád a betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód. És jutottak Élimbe, és ott 12 forrás volt, és 70 pálmafa, és tábort ütöttek ott a vizek mellett. Tehát ez az első állomás a Vörös-tengeren való átkelés után, és azt olvassuk, hogy a nép már 3 napja ment a pusztába, és nem talált vizet. Tudjuk, hogy maga a puszta nem az ember lakóhelye, nem arra van kitalálva. Egyébként maga a puszta az akkori hiedelmek szerint a démonok lakóhelye. Ugye Jézus is beszél arról, hogy víz nélküli helyeken jár a gonosz szellem, amikor kiüzetik az emberből, és a pusztákba, víz nélküli helyeken kóvályog, és ez inkább visszatérne a régi helyére. De alapvetően a közel-keleti ember, ókori ember gondolkodásában a puszta, lakatlan, száraz, kietlen területek a démonoknak a lakóhelye. Minden esetre egy olyan hely, ami nem az ember számára van kitalálva. Az életfeltételek nem adottak arra, hogy az ember ott éljen, főleg hosszú távon, főleg nagy tömegben. Mégis az Úr arra vezeti őket. Ugye már arról beszéltünk, hogy a felhőoszlop és a tűzoszlop egyértelmű jele volt az Úr vezetésének. Ők nem sodródtak, nem kóvályogtak, hanem vezetve voltak. És mindennel Istennek volt célja. Ugye már az előző Bibliaórán is elmondtuk, hogy Isten vezette be őket ebbe a csapda helyzetbe is. Hogy se jobbra, se balra, se előre, se hátra nem tudtak menni, mert Isten meg akart őket tanítani valamire, hogy ő ott is tud utat nyitni, ahol nincs út. És hogy megtanítsa őket bízni ő benne. És a pusztába való belevezetése ennek a hatalmas tömegnek, figyeljetek, ha ezt nem Isten teszi, mind elhullik a pusztába. Képtelenség életben maradni. Képtelenség. Hát túlélő műsorokat lehetne erről forgatni, hogy hogyan maradhatott életben az ember. És megnézitek a pusztai vándorlást, akár a kémlelésig, akár a plusz 40 évet,
Csak azért tudott ez a nép életben maradni, mert tényleg Isten csodákat tett. Csodákat tett. És 3 napig mentek már víz nélkül, ugye alapvetően a puszta egy olyan hely, ahol kevés a víz, szárasság van, nagy hőség van, és aztán végre eljutottak Márába. És láttak egy nagy vizet, egy vízfelületet, egy tavat, és hát gondolom, hogy így felélegeztek. Víz, víz! És valaki elkiáltotta magát, víz! És akkor megindultak, futottak, biztos belegázoltak, biztos belehasaltak, elkezdték inni. Ez keserű, ihatatlan, nem jó ez a víz. Biztos óriási csalódás volt. El is nevezték ugye Márának. Ugye a Mára azt jelenti, hogy keserű, de egyébként a Mirjám és a Mária név is ugyanezekre erre a szógyökre hajaz. Tehát ebből lehet levezetni, tehát a Mirjám neve is és a Mária név is erre hasonlít, vagy ebből származik, erről Márából, amit keserűt jelent. Tehát emlékeztek a Rút könyvében, amikor Naomi visszamegy, miután elveszítette a férjét és 2 fiát, és akkor üdvözölték ott Betlehembe a régi rokonai, és visszajött Naomi, és mondja, hogy ne nevezzetek engem Naominak, hanem nevezzetek Márának, mert keserűséggel illetett engem a mindenható, vagy valahogy így fejezte ki. Tehát, hogy a saját lelki állapotát azt mondja, hogy a Naomi név most nem fejezi ki, most sokkal inkább a Mára név fejezi ki a lelki állapotát, mert megkeseredtem. Megkeseredtem. Figyeljétek, ez a megkeseredés, ez egy olyan helyzet, amiből Isten mindig ki tud hozni és ki akar hozni. Csak az Isten tudja a keserűt édessé változtatni. Az ember olyan, hogy az édest tudja keserűvé változtatni. És vannak jó dolgok, amiket az ember elront. De vannak rossz dolgok, amiket az Isten megjavít. A keserű dolgokat, megkeseredett helyzeteket Isten jóvá édessé tudja tenni. És hogyha végigolvassuk a Rút könyvét, ami nem egy hosszú könyv, ez a Naomi, aki az első fejezetben Mára névre kereszteltette volna magát, az utolsó fejezetben már örömteli, boldog, és azt mondja, hogy megáldott engem a mindenható, micsoda családom lett nekem, Ruton keresztül hogy megáldott, és ugye gyermekek születtek, unokák születtek, és a család újra élett, és ugye Boázon keresztül megváltást nyertek a szegénységből. Tehát ott is a könyv végére a Mára, a keserűség már édessé változott. A zsidókhoz írt levél is azt mondja, hogy vigyázzatok, hogy a keserűség gyökere senkiben fel ne növekedjen, hogy aztán felnövekedvén megfojtson és megzavarjon még másokat is. Tehát a keserűség egy olyan dolog, ami ellen harcolni kell. Az emberi élet olyan, hogy időnként az emberek meg tudnak keseredni. Sokszor nagyon nehéz évtizedek, kilátástalan helyzetek megkeserítik az ember lelkét. De van az, amikor Isten beavatkozik és édessé tudja tenni a dolgot, valami változást hoz. Maga a bűn szituációja is olyan, ami lerontja az embert, és keserűvé teszi, gondterhelté teszi az embert. És itt is azt látjuk, hogy először belefutottak a keserűségbe, zúgolódott a nép, hogy mit igyunk, jogos volt az zúgolódás, nem tudjuk, hogy itt milyen lelkület volt mögötte, de maga az, hogy 3 napja nem ittak, akkor inni kell. Tehát, hogy egyszerűen éhség érzet, az olyan, hogy azért 1-2 hétig, 21 napig, 40 napig, míg az ember el van étel nélkül, de talán a szomjúság a legelemibb szükségünk. Tehát a szomjúság az tényleg olyan, hogy 3 napig, ha nem iszol, akkor lehet, hogy jön a kórház, vagy jön a mentő, tehát ha nem viszel be folyadékot. Tehát ilyen értelemben a jogos volt a kérés, hogy inni kell. 25. vers azt mondta, ez pedig az Úrhoz kiáltott. Mit csinálj, hogyha keserű a helyzet? Ugye Mózeshez mentek, mit igyunk? Mózes pedig az Úrhoz kiáltott. Mit kiáltott Mózes az Úrhoz? Hát szerintem kb. Hogy Uram! Keserül a víz.
szomjas a nép. Gyerekek el vannak tikkadva. Kiszáradnak mindjárt. Uram, segíts! Uram, csinálj valamit! Az Úrhoz kiáltott. Mutatott neki az Úr egy fát, és belevetette a vízbe, és a víz megédesedett. Tehát olyan egyszerűnek tűnik, nem? Uram, mit csináljak? És az Úr mutatott neki egy fát. Ez dob bele. Ha utána olvastok, vannak olyan kommentárok, amelyik azt mondják, hogy ennek a keserű víznek voltak olyan ásványanyagok a vízben, ami miatt keserű volt, és volt olyan cserje, ami ellensúlyozta ezt. Tehát megpróbálnak rá valami természetes magyarázatot adni. De én azt gondolom, hogy az Úr bárhogyan megtehette azt, hogy ezt megédesítette ezt a vizet. És egyébként azért új szövetségi szemlélettel azért van egy nagy áthallása ennek a dolognak, egy fát. Nem tud másra gondolni az Úr, vagy a hívő ember, mint hogy Jézus keresztje a megoldás. Hogy van egy fa, ami a keserű helyzetet édessé teszi. Van egy fa, ami a bűn fullánkját megoldja. Van egy fa, amely az elrontott helyzeteket, a lehetetlen emberek számára megoldhatatlan helyzeteket lehetőséggé változtatja. Ez a fa Jézus Krisztus keresztje. És amikor az ő megváltói munkája teret nyer egy emberi szívben, vagy bármilyen szituációban, akkor ott megédesedik a dolog, megváltozik a dolog. És itt is azt látjuk, hogy mutatott neki egy fát az Úr. Dob bele, és édes lesz, és megédesedett a víz. Én azt mondom, hogy csoda történt, én ezt tudom mondani. Ugye azt olvastuk itt, hogy... Hol olvastuk? Az énekben volt egy olyan, hogy csodatevő az Úr. Mindegy, ezt most... Itt van, igen. 11. vers. Kicsoda az Istenek közt olyan, mint te, Uram... Kicsoda olyan, mint te, szentséggel dicső, félelemmel dicsérentő és csodatevő. Tehát Isten csodatevő. Ez nagyon fontos tudnunk, hogy Isten csodatevő Isten. Ő csodákat tesz. Csodákat tesz. És az egyik ilyen csoda, hogy a keserűből édeset tud csinálni. Ami ihatatlan, ami nem tápláló, ami még rontja a kilátásaidat, ami elveszi a reményedet, ami csalódást okoz, ami tönkretenne, azt az Isten meg tudja változtatni, jóra tudja változtatni, édessé tudja változtatni. Csoda! És sok keserű élet kivirult, mert Jézus cselekedett, mert az Úr cselekedett, mert az Úr csodákat tett, mert megváltoztatta a helyzeteket, a körülményeket, az emberek szívét. Úgyhogy ezt csak az Úr tudja megtenni. De mi volt a kulcs? Kiáltottak, mit igyunk? Mondták Mózesnek, ez pedig az Úrhoz kiáltott. Ha keserűség van, kiáltsunk az Úrhoz. És majd ő is lehet, hogy megmutatja a fát. Hogy megmutatja a keresztfát. És meggyógyulnak a dolgok. Ott adott nekik rendtartást és törvényt. Ugye tudjuk, hogy ez nem a törvényre vonatkozik, a 10 parancsolatra vonatkozik, hanem arra, amire van írva, ez egy ilyen rendtartás, törvény, egy ilyen szabályt adott nekik az Úr, mert a víz is meggyógyult, tehát ugye ihatatlan volt a víz, beteg volt a víz. Emlékeztetek Elizeusnál is, hogy jó város lenne ez a hely, jó lakóhely lenne, de ihatatlan a vize. És mondja Elizeus, hozzatok nekem egy új edényt, és tegyetek bele sót. És hoztak neki új edényt, és betette a sót, és elvitte a forráshoz, és meggyógyult a víz. Meggyógyult a forrás, és nem adott a föld idétlen termést. Tehát Isten meggyógyította a vizet, meggyógyította a forrást, a keserűt édessé tette. És itt is ez történt, és akkor van itt egy ilyen szabály, ami le van írva a 26. versbe. Ha az Úrnak, Istennek szavára hűségesen hallgatsz, és
azt cselekszed, ami kedves az ő szemei előtt, figyelmezel a parancsolataira, megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátok reátok a ma betegségek közül, vagy reád, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Itt a Jehova Rapha kifejezés van, Jahve vagy Jehova Rapha, én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Hogyan megcsináltam, hogy a keserű édessé vált, egy romlott helyzet megjavult, ugyanúgy én tudok gyógyítani. Isten gyógyító. Egyébként tudjuk, hogy a Bibliában rengeteg gyógyítás történet van. Konkrétan betegségekből gyógyultak meg emberek, az Ószövetség is tele van ezekkel, és az Új Szövetség is tele van ezekkel, és különösen Jézus csodáinak a nagy része gyógyítási csoda. Amikor embereknek visszaadta az egészségét Jézus. Tudjuk, hogy gutaütötteket, agyvérzéseket gyógyított meg, járóképtelen emberek keltek fel az ágyukról, vakok láttak, a sánták jártak, a némák beszéltek, a süketek hallottak, a száradt, megszáradt kezű ember kinyújtotta a kezét a Bibliába Jézus cselekedetei folytán. Az Úr a mi gyógyítónk. Tehát nagyon fontos szerintem ebben is hinni, hogy az Úr a gyógyítónk. Ha betegek vagyunk, imádkozzunk. És bízunk benne, hogy az Úr megcselekszik, és meggyógyít. És úgymond ez a rendtartás és törvény, és ott megkísértette, megpróbálta őket, ez erre utal, erre az egy szabályra. Ha figyelsz rám, és tőlem várod a gyógyítást, tőlem várod a helyzet megjavulását, figyelmezel igémre, megtartod parancsolatomat, akkor én vagyok az Úr, a te gyógyítód. És ugye később, amikor összegzi a 40 éves pusztai vándorlást az ige valahol, akkor mond ilyeneket, hogy a lábad meg nem dagadt, meg stb. Ahogyan végig horroztalak téged a pusztában. Úgyhogy bízunk abban, hogy az Úr a mi gyógyítónk, és Jézus tényleg a mi gyógyítónk, és ő a testet, a lelket, a szellemet mind meg tudja gyógyítani. Így higgyünk ebben. És nézzétek meg aztán az utolsó verset, az még már itt teljesen happy end, ez a fejezet. És jutottak Élimbe, és ott volt 12 forrás, és 70 pálmafa, és tábort ütöttek ott a vizek mellett. Ugye egy oázishoz jutottak. Az oázis egy olyan hely a pusztában, a sivatagban, ahol van élő vízforrás, ahol föltör a víz a földből, és abban a hatósugárban, ahogy a víz meg tudja nedvesíteni a talajt, ott zöldelni kezd, ott fák nőnek, ott van egy kis élet, van egy kis zöld. A pusztaságban, a sivárságban, a sárga kövek között, meg a fehér kövek között van egy zöld terület, és akkor mindenki tudja, hogy mitől zöld, van itt egy forrás. Tehát még nem is kell látni a vizet, csak mész a pusztába és látsz fákat, meg füvet, akkor tudod, hogy ez azért állt elő, mert itt forrás van. Szoros összefüggés van a pálmafák és a zöldelés között, és a források megléte között. Tehát azért van ez, mert forrás van. És ez is egy jó történet arra, hogy még a legsivárabb, legkiszikkadtabb helyeken is tud az Úr forrást fakasztani, és ott élet lesz. A te életed is lehet, hogy mi sokszor hivatkozhatunk környezetre, hivatkozhatunk a körülöttünk élőkre, hogy ők milyenek, de hogyha van forrásunk, akkor zöldelni fogunk. És látjuk, hogy ez az Élim nevű hely, ez 12 forrással rendelkezett. Tudjuk, hogy a 12 az megint egy népszerű szám a Bibliában, hiszen ha csak az Izrael 12 törzsére gondolunk, és ugye itt kik jöttek? Izrael 12 törzse. Tehát, hogy ez azért jó ez a 12, mert itt még veszekedése kellett. Tehát, hogy akkor hány forrás van? 12! Hány fia van Jákobnak? 12! Akkor mindenki álljon rá egy forrásra, és akkor telepedjetek le, és nyugodjatok meg, és nem kell egymásra se várni. Tudjátok, a legjobb megoldás egy labdarúgó mérkőzésen is, hogyha mindegyik csapatnak adsz egy labdát. Akkor onnantól kezdve már nem kell veszekedniük a labdán.
Itt mindegyik törzs kapott egy forrást, és gyakorlatilag valahol ez a kárpótlásnak, a teljes ellátásnak, az isteni gondviselésnek a képe. 12 forrás. Minden törzsnek van egy forrása. Isten minden törzsről gondot visel. Gondoljatok bele az 5000 ember megvendégelésére. Hány kosárral maradt? 12 kosárral. És azt is az úgy magyarázzák a Biblia, és ezt Jézus csinálta így. Megkérdezte, hány kosárral szedtetek össze? Azt mondták, 12-vel. Hogy az üdvösség, a gondviselés az egész népre kiterjed. Isten az, aki megitat, Isten az, aki megetet. Ő az, aki gondot visel, ő a gondviselő, ő az atya. Ő az, aki az népét mindenféle módon ápolja és gondozza. És volt még 70 pálmafa is, hát a 70-es is egy szép szám a Bibliában. Tudjuk, hogy 70 fő sokaság ment alá Egyiptomban, annyi volt a nagy család. Tudjuk, hogy 70 fő volt a Sanhedrin, a nagy tanácsnak is a száma, ez a 70-es szám is egy fontos szám a Bibliában. De hát itt pont megszámolták, és annyi volt. És hát mit csináltak? Tábort ütöttek ott a vizek mellett. Eddig jutottunk ma, tehát beszéltünk az énekről, egyrészt mint műfajról, mint olyan kifejezési formáról, ami az ember belsejéből, lelkéből jön fel, az Isten imádatnak, az Isten hatalmának, szeretetének a kiáradására adott emberi válasz, emberi reakció, ahogyan imádja az ember az Urat, ez mindig összekapcsolódott az énekléssel, a zenéléssel, és ezzel a formával, és a fő mondani valója, vagy a kiváltó oka az volt, azért énekeltek az Úrnak, mert fenséges, és mert a lovat a lovasával a tengerbe vetette. Ez volt az alapélménye ott Izraelnek, az Úr megmentett bennünket az ellenséges seregtől, elbánt az ellenségeinkkel, szabadok vagyunk végre. És ezt megénekelték, és Mózes vezette ezt az éneklést, aztán bekapcsolódott még Miriam is, aki dobokat is hozott. És aztán az első hely, ahol kikötöttek, az Mára volt, amely ugyan keserű víz volt, de csak addig volt keserű, ameddig az Úrhoz nem kiáltottak. Mikor Mózes az Úrhoz kiáltott, az Úr adott megoldást. Mutatott egy fát, amit bele kell dobni a vízbe, és az megédesedett. És Isten tudja a keserűt édessé változtatni, és hiszem, hogy ez a fa, ez jelképesen Jézus keresztjét is jelenti, ahol az ember igazán meg tud gyógyulni, és az emberi élet meg tud gyógyulni Jézus keresztjénél. Ott tudjuk lerakni a bűneinket, ott tudjuk lerakni a betegségeinket, ott törnek meg az átkaink, és kerülünk bele abba az áldásba, amit Jézusban Isten minden emberre ki akar árasztani. És olyan jó dolog, hogy ezt már megtapasztalhatjuk, hogy ez a miénk. Mert az Úr a mi gyógyítónk. Úgyhogy ha betegek vagyunk, imádkozzunk, kérjük az Urat, hogy gyógyítson meg bennünket. Legyen így, imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, köszönjük neked ezt a fejezetet, hálásak vagyunk neked azért, hogy Mózes énekéből is olyan sokat tanulhatunk az imádatról, a dicsőítésről, arról, hogy az imádat középpontjában egyedül te vagy a te személyed, ott emberek nem férnek meg, ez te rólad szól, az igazi imádat, az igazi imádó, az Istenét látja maga előtt, és neki hódol. És az Isten szeretetére, hatalmára reagál, arra ad egy bensőséges választ. Uram, köszönjük, hogy azt akarod, hogy nekünk is legyen énekünk. És köszönjük, hogy nekünk is van énekünk. Lehet, hogy nem mi írtuk, de a szívünkben szólhat mindig dallam. Ott lehet az ének, vagy a házunkban ott lehet az ének. Talán magányos pillanatainkban dalra fakadunk, énekelni kezdünk. Talán a bánatunkban is énekelni kezdünk, és megénekeljük azokat a dolgokat, amiken keresztül megyünk. Vagy eszünkbe jut egy ének, ami kifejezi az éppen aktuális állapotunkat, és felvidít az bennünket, és közel vonz magadhoz az éneklésen, a dicséreten keresztül, a dicsőítésen keresztül. Uram, köszönöm neked, hogy ezzel élhetünk, és gyakorolhatjuk, mert te imádókat keresel. Azt akarod, hogy a te néped dicsérjen téged, imádjon téged.
azt akarod, hogy ez egy közösségi szolgálattá váljon, Uram. Hiszem, hogy azért vagyunk itt a Földön, a Te néped, hogy imádjunk Téged, hogy dicsőítsünk Téged, hogy elmondjuk az embereknek, hogy fenséges vagy, hogy elmondjuk az embereknek, hogy nagy vagy, hogy csodálatos vagy, hogy semmi sem lehetetlen neked, hogy Te vagy az, aki a keserűt édessé teszed, és erről vannak bizonyságaink, személyes átéléseink, hogy miket teszel velünk. Uram, köszönjük ezt neked, és add, Uram, hogy ilyen módon a gyülekezet mindig egy imádó és dicsőítő közösség is legyen, és felmagasztalja a Te nagy nevedet ezen a földön. Uram, olyan sokan káromolják a Te nevedet, olyan sokan káromkodásba foglalják a Te nevedet, de mi még inkább dicsérni és dicsőíteni akarunk Téged. Uram, köszönöm ezt a történetet is itt Máránál. Látjuk, Uram, hogy Te meg akartad itatni ezt a népet, és azt is megmutattad nekik, hogy a keserűt édessé tudod tenni. Uram, ha vannak olyan életek, élethelyzetek, amiben a keserűség az alapérzés, arra kérünk Téged, hogy avatkozzál be. Gyógyítsd meg a szívet, gyógyítsd meg a kapcsolatokat, gyógyítsd meg az életet, hogy a keserűből édessé legyen. És köszönjük, hogy ez a nagy gyógyulás, ez a nagy gyógyítás, ez a Te keresztednél történik, Jézus. Köszönjük, hogy azért jöttél el, hogy az embert bűnét magadra vedd, betegségeinket hordoztad, átkainkat is fölvitted a fára, hogy mi áldásban részesülhessünk, hogy bűnbocsánatot nyerhessünk, hogy gyógyulást nyerhessünk Te általad. Uram, kérek Téged, hogy gyógyítsd meg az életünket, állítsd helyre az életünket, hogy legyen minden keserűből édes a Te beavatkozásod folytán az Úr Jézus Krisztusnak a nevében. Amen.